Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon. Köszöntöm Önöket, ez a Kultúra, a Spirit FM kulturális magazinja, Rónai Egon vagyok. Szabó Bettina a mai szerkesztő, és hogy miről lesz szó, rögtön mondom is. Ma kerül a mozikba Herendi Gábor új filmje, a Futni mentem című. Kárpáti György producert fogom kérdezni arról, hogy hogy született meg a film úgy, hogy nem volt hozzá állami támogatás. Ez egy minta valószínűleg, és nem is egyedülálló minta. Hát reméljük, a film az meg egyedülálló, meg kell nézni. Krézi srác félúton, Szűcs Krisztián koncert lesz a MOM-ban, úgyhogy hívom Szűcs Krisztiánt is. Aztán beszélgetünk Rulik Zoltánnal, a Makám együttes alapító zenekarvezetőjével. Már önmagában az is hír és csoda, hogy a Makám még létezik 1983-tól mostanáig. Mi az, hogy létezik, ráadásul az egyetlen egyike a világhírű magyar együttesek körében. Igaz, hogy a Makám annyira nem popzene, mint inkább népzene, és ezen a módon talán egy picit könnyebb volt az útjuk, mint hogyha valaki popzenész, de majd ő elmondja, hogy mennyire lehetett ez könnyű. És aztán egy premierről is szólunk, mert hogy Szabó Kimmel Tamás és Hermányi Mariannal a főszerepben a Centrál Színházban nem sokára színpadra kerül egy drámai mű, tényleg drámai, Oleanna a címe, és a Pulitzer díjas és Oscar jelölt David Mamet darabjáról van szó. Puskás Samu fordította és rendezi, és őt fogjuk hívni. És akkor, ahogy mondtam, itt van Kárpáti György producer a vonalban. Herendi Gábor új filmjéről fogunk beszélgetni. Örülök, hogy itt vagy, szervusz! Szervusz, köszöntöm a hallgatókat! Ilyenkor a producer már kénytelen elengedni a dolgot magát, amihez nem kevés köze van, de mégis mekkora a zapszem a premier napján? Tökéletesen igazad van, hogy a gép forog, az alkotó pihen. Most már csak szemlélni tudjuk az eseményeket, és hogy mi fog történni. Olyan szempontból nyugodt vagyok, hogy 3,5 év kemény meló, megtörtént az, ami mondjuk 3,5 éve biztos, hogy lehetetlennek tűnt, vagy csodának tűnt volna. Most az elmúlt hetekben egyre bizonyosabb volt, hogy nem csak, hogy megcsináljuk, befejezzük, hanem jó is lesz, és most az eddigi visszajelzések alapján tényleg azt tudom mondani, hogy mi mindent megtettünk, talán még annál is többet, még ha a teljesítmény fogalmában 100% fölött nem tudunk menni, és most már csak azt reméljük, vagy bízunk benne, hogy a filmnek az a jó szájhagyománya, ami itt elindult az elmúlt napokban és a premier előtti vetítésekkel, az folytatódni fog, a kritika tényleg annyira fogja szeretni, mint ahogy jelezte, hogy szeretni fogja, a szakma szeretete kitart, és ennek eredményeképpen esetleg egy jelentős számú érdeklődő a moziban, mint egy demonstrálja, hogy a minőségi szórakoztató vígjátékok, ha magyarok is, akkor azok kellenek a mozikban. Hát ugye van egy remek rendeződ, akinek a neve valójában azt gondolom, hogy egy generáció számára referencia, garancia, és vannak remek színészeid, ott meg több generáció is megmutatkozik. Ez egy fura dolog, lehetett volna ennek a filmnek az a címe, hogy Bakancslista, csak sajnos azt előtte Jack Nicholson és Morgan Freeman. De ez a bakancslista kifejezés igazából azóta van jelen a magyar nyelvben, én úgy emlékszem, hogy az a film az előkerült, és ez igazán egy nagyon is komolyan bakancslistás film, ugye? Igen, ez nagyon érdekes, én kérdeztem pszichológusokat, hogy hogyan közelítsünk ezzel, és mondták, hogy hát őszintén szóval ezt az egyébként állatok is kedvelt Nicholson filmet hozták fel referenciaként, hogy nincs akkora direkt tudományos kutatása ennek a területnek, mert ez a jelenség mondjuk ez a bruttó 15 év alatt nőtte ki magát, nyilván segített hozzá a közösségi média, az internet és minden hozzáférés ilyen szempontból a nyilvánosság számára. Az az igazság, hogy szerintem az egyik legfontosabb kapcsolódási pont a közönséggel. Tehát mindegy, hogy hívjuk, de mindenki listázgat újabban, hol egy egzotikus helyszínre akarunk eljutni, hol lefogyni akarunk, vagy meghízni, vagy szóval, hogy mindenkinek más vágyai vannak, de ezek a nap végén valamiféle listák, és igazából pont ez az egyik legizgalmasabb, hogy egy ilyen dologgal mindegy, hogy mi van a listán, de hogy maga a lista tudunk azonosulni, és az, hogy mindez átlag emberek számára jelenik meg, és egy ilyen teljesíthetetlennek, de épp hogy csak teljesíthetetlennek, tehát nyilván azért az a lehetőség, hogy esetleg mégis sikerül, ilyen vállalás jelenik meg a filmben, és ezt olyan emberek csinálják, akik akár mi is lehetnénk. Én azt gondolom, hogy ennél jobb helyzet nincsen, és hát nyilván ennek az egész bumfordisága egy fantasztikus helyzet komikumok sorát adja, amit egyrészt Divinyi Réka forgatókönyvíró
megírt, Herendi Gábor megrendezett, és a kiválóbbnál kiválóbb színészek eljátszottak. Mindig mondom, hogy ez a három dolog kell. Tehát, hogy nem lehet megspórolni a jó vígjátéknál a jó rendezést, a jó forgatókönyvet és a jó színészt. Udvaros Dorottya, a főszereplőd, mennyire volt beleszólásod a szereplőválasztásba? Egyáltalán egy producernek mennyire van ráhatása arra, hogy a rendező hogy dönt? Az az igazság, hogy ez egy speciális helyzet volt, mert ugye a könyvet mi fejlesztettük még mielőtt rendezője lett volna, tehát ez nekem egy nagy dilim volt, hogy miután szembe jött velem, hogy miféle rekordokat döntött meg az eredeti történet, és hogy ez egy szenzációs magyar történetté is alakítható, ezért vágtunk bele, és utána úgy voltunk vele, hogyha ez megvan, akkor majd a rendezővel még pontosítjuk azt a castot, ami a fejünkben volt. Tehát itt a cast fele az konkrétan az, amit eredetileg is szántunk. Talán ettől is lett ennyire jó és természetes néhány színészi alakítás, hogy azért az nem véletlen, hogy annyira könnyen be tudták lakni a szerepüket, mert konkrétan ők voltak az előkép. És amikor Herendi Gáborral egymás kezébe csaptunk, akkor ő neki persze volt egy teljesen saját rendezői cast elképzelése, de ez több mint 50%-ban egyezett a miénkkel, és a maradékban pedig nagyon gyorsan kompromisszumra jutottunk, úgyhogy ilyen szempontból is ez egy örömteli dolog volt. A mi szempontunk az volt nyilvánvalóan, hogy nekünk most nincs sajnos lehetőségünk felfedezni nagy neveket, akik majd nagyjá válnak általunk és sztárrá, hanem nekünk már a ilyen szempontból a szépet, a biztos választás az szempont, mert hogy ha fel akarjuk magunkra hívni a figyelmet, abban a színészeknek a ismertsége és aztán a forgalmazásban való közreműködése az hihetetlenül fontos. Udvaros Dorottya, Lovas Rozi, Tenki Réka, Trill Beatrix, Csányi Sándor, aki elég régóta nem szerepelt filmben, pedig, hogyha említetted előbb Divinyi Rékát, Divinyi Réka egyik kedvenc szereplője, ha egy forgatókönyvírónak van ilyenje. Igen, őt nagyon szerettük volna, de nem azzal az ambícióval, hogy na majd mi visszahívjuk, hanem lehet, hogy a Sanyi ráunt egy kicsit a vígjátéki amorózó karakterekre, amit éveken keresztül játszott, borzasztó sikeresen egyébként a mozikban, de én láttam a Hogyan értsük félre a nőket színdarabjának mind a két epizódját, és láttam, hogy micsoda hihetetlen hatása van még, és micsoda hihetetlen humora van még. Tehát egyrészt hatása a zömmel hölgynézőkre, másrésztről pedig a humora. És te azt én is láttam, képzeld el, és hát elég érdekesen éreztem magam, mert hogy szerintem abban a sorban például, ahol én ültem a kedvesemmel, abban a sorban én voltam az egyetlen pasi. Tehát, hogy ez így egy fura helyzet volt. Ugye? Én Csányi Sanyira voltam kíváncsi, de ahogy körülnéztem, rájöttem, hogy hát sok férfi nincs itt. Na, ez az igazság. És az igazság, hogy olyan szempontból volt nehéz, hogy mondta, hogy már megint egy vígjáték, de aztán értette, hogy egyrészt ez egy másik szerep, itt ugye egy elvált apát kell játszani, aki egyedül nevelő a gyerekét, tehát eleve azért ez egy izgalmas helyzet számára. Másrészt ő bele tudott vinni a saját stílusából, humorából, a dialógiaiba, a saját szövegeibe olyan dolgokat, elemeket, amik még viccesebbé tették, másrészt őt kielégítették, nem csak mint színészi kihívásként, és gyakorlatilag nyilván Herendi Gábor neve volt a végső lökés, és az többnyire mindenkinél elmondható, hogy tényleg kétféle színészt vettem észre itt a forgatás előtt a casting során, akik már játszottak Herendi Gábor filmben is újra szeretnének, illetve akik nem játszottak Herendi Gábor filmben, de szeretnének, és akkor így azért nem volt olyan nehéz minden szerepre gyakorlatilag az ideálista, az államjelöltet megnyernünk, és még a legkisebb szerepekben is ezért nagyon nagy örömünk volt, és nagyon nagy ambíciónk volt, hogy Trokán Péter, hogy Gáci László megjelenjen. És akkor Herendiről annyit, hogyha valaki ilyen módon nincs képben a magyar filmekkel, hogy Herendi Gábor nevéhez fűződik a Poligami, a Kincsem, a Valami Amerika sorozat, és hát akkor most innentől kezdve a Futni mentem című film is, ami ugye egy maratonfutás története, nem lövöm le a poént, tessék szíveskedni moziba menni, viszont azt meg megkérdezem, mert hogy ez a film kapcsán unosuntalan előkerül, hogy állami támogatás nélkül született az alkotás, akkor hogyan? Mert ez egy minta, ami egyre erősebben megjelenik a magyar sikerfilmeknél. A szerzői független filmekhez képest azért ez egy másik kávézó volt.
És az az igazság, hogy egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy ez modellértékű, vagy hogy standardet teremtettünk. Miután a forgatókönyvfejlesztés a filmintézet közreműködésével csináltuk, és aztán gyártási lehetőséget, támogatást nem kaptunk, ez parlagon hevert ez a dolog 2 évig, és aztán utána pontosan azért jöttünk elő vele, mert tudod, Magyarországon körülbelül 3 dologhoz ért mindenki, de biztosan nálunk vagy mindenkinél jobban. Ugye ez a foci mindenek előtt, másrészt a politika, harmadrészt a film, és én nem akartam olyan kanapé kritikus lenni, aki csak ott nézi a filmeket, és azt mondja, hogy figyelj, ennél én jobbat tudnék, hanem úgy voltam vele, hogy talán esetleg meg is mutatom, és hogyha sikerül, akkor azt mondom, hogy na látjátok. Na jó, meg, de ez neked sem mutatom. Az első filmed. Nem, de ez gyártásilag egy teljesen más költségvetés volt, és azért nekünk nagyon kellett hajtanunk a szponzorokat, őszintén szólva teljesen egzisztenciális kitettséget, kölcsönt vettünk fel, hitelt egy csomót, és kerestük azt a minimumot, ami még mindig egy ilyen léptékű játékfilm költségvetésének csak a elhanyagolható része, de már nem fog látszódni a vásznon, mert a fő célunk az volt, Herné Gábor is ezt mondta első pillanattól kezdve, hogy figyelj, egy dolog van, jónak kell lennie és jól kell kinéznie, és gyakorlatilag ezért nem vagyok 100%-ig biztos benne, hogy ez mennyiszer ismételhető, meg oldható meg szívességekkel, lemondásokkal, kompromisszumokkal, színészek, alkotók mindenki részéről. Másrésztről az igazság, hogy annyira fűtötte a vágy a közreműködőket, mert érezték, hogy ez egy jó dolog, és minket is ez hajtott, hogy ha ez nem, akkor semmi sem, ha ez meg igen, akkor ez meg hát valamit elindít akár a közbeszédben. Szóval egy kicsit rendhagyó volt ez a produceri munka annyiban, hogy össze kellett szedni a költségvetést, de ebben az igazság, hogy kereskedelmi tévés segítségünk is volt. Voltak tényleg olyan szponzorok, akik gyakorlatilag egy lélegzetvétel után a dolog mellé álltak. Őszinte leszek veled, várom nagy szeretettel ilyettén is a fogadtatását, hogy például ezt legközelebb ugyanígy nulláról kellene elkezdeni, vagy esetleg mások is úgy érzik, hogy egy ilyen fajta közreműködés magyar filmben, közönségfilmben az adott szolgáltatás, vagy termék számára is egy jó promóció lehet. Hát esetleg, ha valami történelmi filmbe vágnád a fejszédet, esetleg akkor? Az most nagyon Nem lennék 100%-ig biztos benne, hogy a termékelhelyezést ott meg tudnánk oldani, de tudod, ez is egy olyan dolog, hogy volt, aki mondta, hogy hát igen, látszik, hogy ez meg az, egyrészt nagyon diszkréten jelenik meg a film, a másrészt nyugaton ennek 100 éves hagyománya van, tehát ha egy James Bond filmben a legújabb automárkát, legújabb mobiltelefonmárkát, hát vagy a legújabb divatmárkát látjuk, senkinek a szeme nem rebben, pedig olyan tolakodóan van jelen, hogy nem lehet nem észrevenni. Szóval ehhez képest mi kis pályások voltunk, és persze nyilván ez egy sokkal kisebb piac, de én azt gondolom, hogy ez is segíti a filmről való komolyabb gondolkodást, tehát amikor nincs meg az a biztonsági háló, hogy mindegy, hogy mit csinálsz, csak legyen a végén egy film, és érezd magad jól. Itt ugye ez a tét is megvolt, hogy mindennek a helyére kell kerülnie, tehát azért is gondolom, hogy azokat a kompromisszumokat a kreativitással sikerült kiváltani, és a kreativitás ilyenkor nagyon jó tanácsadó tud lenni. Hát az van, hogy innentől kezdve a film beszél helyetted, meg kell nézni a filmet, romantikus vígjátéknak nevezitek, nyilván az is, Futni mentem a címe, Sztárparádé, egy új Herendi film, sok sikert kívánok az egész stábnak, nektek producerként pedig az, hogy minden álmotok úgy jöjjön be ezzel a filmmel, ahogy megálmodtátok. Nagyon szépen köszönöm, és én is csak azt tudom neked és a hallgatóknak is mondani, hogy irány a mozi, magyar filmet nézni. Mától lehet megnézni egyébként ezt a filmet. Ha valaki úgy érzi, hogy lemaradt, nem, most kezdődik. Jön a Futni mentem. Neked pedig köszönöm. Szervusz, jó munkát kívánok! Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon. Popzene következik a kultúrában. Szűcs Krisztián koncert lesz a MOM-ban, nem mostanában, február 28-án. Ez azért fontos, mert most meg lehet még venni rá a jegyet. A Crazy Srác félúton, ez nem tudom, hogy a hivatalos címe már a koncertnek, vagy sem, minden esetre Szűcs Krisztián itt van a vonalban, úgyhogy megtudjuk. Szervusz Krisztián! Szervusz, sziasztok! Hát ha nem is félúton, azt találtuk ki, hogy az a koncertnek a címe, hogy Crazy Srác 25 féletmű koncert. Tehát, hogy hát akkor félút, féletmű, igen. Féletút, stb., igen. Egy darabig gondolkodtam, hogy ez most mennyire lesz vicces, de végül is valamit kifejez. De ez jó, nem, ez jó. Efelől ne legyen kétséged.
hogy életmű, az olyan félelmetesen hangzik, meg nagyon komolyan. Meg az mindig olyan, mintha le akarnál zárni valamit. Igen, igen, már pedig erről egyáltalán nincs szó, úgyhogy igen. Hát, hogyha nagyon optimistán számolok, akkor mondjuk mondjuk azt, hogy ez a 25 év az az, amióta én úgy énekelek zenekarokban, meg rengeteg dalt írtam ez alatt az idő alatt, és akkor mondjuk még 25, az még úgy oké, ez még belefér. Amikor van egy ilyen alkalom, egy ilyen féletút, akkor azon nem gondolkozol, hogy nyilván nagyon sok mindenkinek mind a mai napig, és nem véletlen a címválasztás sem, a Heaven Street 7 jut eszébe rólad, hogy valahogy összetrombitálod a bandát egy ilyen koncertre? Hát most ez elsősorban a úgy tetszik, a saját dalszerzői, tehát tulajdonképpen ez egy ilyen szerzői est lesz, amiben nyilván nagyon hangsúlyos szerepet fognak kapni a Heaven Street 7 dalok, de ezen kívül sok minden más is, tehát a szóló dolgaim, amit mostanában egyre nagyobb hévvel csinálunk, meg akár Budapest bár, vagy rájátszás dalok is előkerülhetnek. Az, hogy Heaven Street 7 egyébként ettől függetlenül egyáltalán nem elképzelhetetlen, hogy valamikor majd a jövőben akár lesz. Beszéltek róla? Hát szóba került már, igen. Hmm. Hiányoztak egymásnak. Igen, igen. Vagy mi van? Figyelj, az mekkora teher, amit egyébként címnek választottál, tehát nyilván egyúttal egy névjegykártya is, hogy Crazy Srác, hol van az a Crazy Srác. Nagyon nehéz névjegykártya, igen. Igen, szóval, hogy azért ezt cipeled magaddal, és egyáltalán nem biztos, hogy akarnád, de muszáj. Szóval, hogy vagy ezzel a dallal? Ne, hát azért ennyire nem tragikus a dolog. Tehát egyrészt én azt gondolom, hogy tényleg 25 éve jelent meg, ami egyébként félelmetes belegondolni ebbe, mert én körülbelül úgy élem meg, hogy ez most pár éve belezőtt történt, de hát az végül is 25. Tehát egyrészt szerintem, tehát hogy én nem hiszem, hogy különösebben szégyelni kéne azt a dalt. Nem ám, persze. Meg hát azt is úgy volt, hogy annak a zenét, meg a szövegét írtam, illetve én énekeltem, tehát az eléggé én vagyok, úgyhogy igazából elég kézenfekvőnek tűnik a dolog, meg való igaz, hogy mondjuk 10 olyan emberből, aki tudja mi az, hogy Heaven Street 7, vagy én, vagy akármi, abból biztos, vagy inkább azt mondom, inkább fordító van, tehát hogy a legtöbben ezt ismerik, ezt a fogalmat, hogy Crazy Srác, nem is feltétlenül azt a zenekart, ami emögött volt. Igen, ez a dal, ez úgy beette magát a magyar pop történetbe szépen az elmúlt negyed században. Viszont az elmúlt sok évben te rengeteg mindenkivel dolgoztál, és a legkülönböző formációkkal tűntél fel, meg azokban tűntél fel. És közben van egy saját szólista életműved is. Mondd, ezek hogy épülnek össze? Tehát amikben te szerepelsz vendégként, vagy hosszabb, rövidebb ideig szinte tagként, és aztán mész vissza a szóló életedbe, viszel magaddal oda dolgokat? Hú, hát ez egy nagyon kacifántos dolog, tehát én sem mindig pontosan értem, hogy mi történik. Lehet, hogy ez azért van, mert ikrek jegyben születtem, ezért mindig egyszerre sokféle dolog érdekel, tehát tényleg mondjuk a Budapest bártól a másik véglet, mondjuk a neo zenekar, vagy nem tudom, tehát elektronikus tánczenétől a gitárzenén át a kuplé sanzonokig, nem tudom, tehát ezek így folyamatosan egymás mellett és egymást keresztezgetve így jöttek-mentek, és hát nyilván amíg volt Heaven Street 7, addig az volt az anyahajó, vagy hogy mondjam, most pedig a saját produkcióm, és hogy ez azért is érdekes az este, mert hogy így gyakorlatilag mindenből lesz egy-két kis tányérral, vagy nagyobb tányérral azok közül a dolgok közül, amiket csináltam. Meg hát egy nagyobb zenekar lesz, tehát ki fog bővülni a zenekar, a Heaven Street 7 is képviselteti magát Takács Japán Zoltán személyében, aki zongorázni fog, illetve megmutatja csodálatos arcát. Aztán Egyedi Peti, barátom, ő lesz még plusz gitáros. Ő az Óriás zenekarból ismerhető. Így van, igen, igen. És az Óriásnak azt hiszem, most volt a búcsú koncertje nemrég, úgyhogy mostanában máshol nem is nagyon szerepelt. És hát lesznek csodálatos vendégbarátaink, akik közül például Beck Zoli, ugye a 30Y-ból, meg sok máshonnan ismerős, és vele
most éppen egy közös dalt föl is vettünk, és ez most nagyon friss, és ennek például ott lesz az ős bemutatója így élőben, illetve ott lesz az Alai Kommandó, ahogy én hívom a srácokat, Bödöcs Tibi és Szálinger Balázs. Ó, az kemény lesz. Az kemény, mi vagyunk hárman az Alai Kommandó, és hát az is érdekes lesz, tehát ott lesz egy kis performance. Amit Beg Zolival írtatok, készítettetek, vagy együtt énekeltek, az Apu értette. Igen. Az mennyire személyes, az mennyire rólad, édesapádról, általában a családodról szól? Hát van benne, tehát hogy van benne vastagon. Vannak benne olyan dolgok, amik, tehát azt gondolom, hogy ez inkább egy ilyen generációs élmény, talán a mai 40-50, akár feljebb is mehetnénk ennek a korosztálynak, tehát szerintem ez a sztori, ami ebben a dalban benne van, azért egy kicsit mindenkinek ismerős, aki élt ebben a korban, mondjuk akár gyerekként, akár fiatalemberként, de hát rengeteg olyan rész van benne, ami valóban az én családomhoz köthető, úgyhogy ez abszolút hiteles. Hát hiszem. Ez a rendszerváltás története ez a dal. Hát igen, egyfelől, igen. Másrészt pedig annak a története, hogy az megrázta a családokat. Hát igen, meg hogy így utólag rátekintve, és ez nem csak, tehát ez mikor utólag okos az ember, akkor azt lehet mondani, hogy sok minden időben, amikor válságok voltak, vagy hatalmas nagy olyan dolgok, megrázó dolgok egyesek számára, mások számára máshogyan megrázó dolgok, akkor ez, hogy most érti-e az ember, hogy miben él, vagy látja-e, az azért ez egy érdekes kérdés. Meg az is egy érdekes kérdés, hogy mennyire kell túlpörgetni a gondolkodást, meg azt, hogy mindenáron érvényesülnünk kelljen. Na mindegy, szóval, hogy kicsit ezt így körbejárja ez a dolog, és ez a cím, ez az Apu értett egyébként először csak úgy kiszaladt, aztán utólag elkezdtem rajta gondolkodni, tulajdonképpen ez nem csak egy dolgot jelent, hanem akár 3-4 különböző módon is lehet értelmezni, de ezt mindenkire rábízom, aki meghallgatja. És hát nyilván meg lehet hallgatni majd ezen a bizonyos koncerten a Momkultban, február 28-án, ez az apropója, hogy beszélünk, de hát örülök, hogy beszélünk és találtunk rá apropót. Legyen sok ilyen alkalom, és köszönöm szépen, hogy most itt voltál. Szűcs Krisztián koncert február 28, Mom, ez volt a lényeg voltak éppen itt a végére. Krisztián, köszi. Köszi szépen, sziasztok. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon. Premierre készül a Centrál Színház, ráadásul egy olyan aktuális darabbal kapcsolatosan adunk hírt erről, ami szerintem nagyon betalál és nagyon itt van, nagyon hétköznapi téma lett manapság. De ezt majd kifejti a rendező, aki egyúttal nem csak rendezőként jegyzi ezt a darabot, hanem ha jól sejtem, akkor a fordítást is saját magára osztotta, úgyhogy itt van a vonalban, és szeretettel köszöntöm Puskás Samut. Nagyon köszönöm a lehetőséget, és üdvözlöm a hallgatókat. Jól emlékszem, hogy te fordítottad? Igen, én fordítottam, de véletlenül is osztottam magam, de megtaláltak a feladattal, és akkor boldogan elegettem. Na de várj, ez hogy van? Tehát ha megtalálnak egy feladattal, az úgy van, hogy van egy alapmű, egy eredeti munka. Igen. De az hogy kerül a kezedbe? Hát speciál ez úgy került a kezembe, hogy volt egy fantasztikus, csodálatos dramaturg, harcos társa, munkása a Centrál Színháznak, a Baráti György, aki édesapámmal válvetve építette a repertoárt nagyon hosszan, több mint egy évtizeden át, talán volt ez majdnem kettő is, és amikor ő elköltözött Magyarországról, akkor hagyott maga után egy stósznyi nagyon fontos olyan darabot, ami nem került bemutatásra, de nagyon-nagyon szépen árnyalhatná tovább egy nagyon-nagyon komoly irányba a Centrál repertoárját, ebben a stószban volt az Ole Anna. És amikor kutakodtunk, mert minden egyes évben igyekszem a lehető legtöbb színdarabot elolvasni, hogy mi volna a legmegfelelőbb következő évadban bemutatásra, akkor előkerült ez a stóc, hogy mi az, ami nagyon-nagyon ígéretes volt, de még nem volt itt az ideje, és akkor elolvastam az Ole Annát, és soha az előtt és azóta élmény volt az első olvasat nekem. Tehát olyan szinten bosszantott föl, hogy azt se tudtam, hogy hova kapjak, és bár nem
pozitív katarzis volt, hanem egy rendkívül negatív katarzis, de azt éreztem, hogy ilyen szélsőséges érzelmeket, hogyha egy anyag rögtön kivált belőlem, akkor ezzel valószínűleg nem is leszek egyedül, másrészt annyira fontos, hogy akkor ezzel foglalkozni kell. Így lett az a Leanna. És akkor beszéljünk arról is egy mondatot, hogy értse a kedves hallgató, hogy ez mitől talál be, és mitől napjaink egyik legfontosabbá vált témáját járja körül. Szexuális zaklatással vádolja a tanárát a tanítványa. A tanár Szabó Kimmel Tamás, és hát én azt gondolom, hogy Hermányi Marian, aki szintén egy ismert színésznővé nőtte magát mára, tanítványként komoly feladat elé állítja azt a professzort, akit Szabó Kimmel Tamáshoz. Így van, teljesen így van, és alapvetően már az egyenjogúság kérdését járja körül. Egy csomó olyan aktuális és égető problémát tudunk boncolgatni ezen a szöveten, vagy ezen az anyagon keresztül, amivel nagyon-nagyon jó érzés foglalkozni, hiszen tudja az ember, hogy ez egy olyan szintű társadalmi felelősségvállalás, hogyha el tudjuk kezdeni a diskurzust, tehát hogyha érdekli az embereket a darab megnézése után annyira, amit láttak, hogy képesek akár hosszan az autóban hazafelé beszélgetni róla, vagy még esetleg másnap is, akkor mindig ezek azok az előremutató beszélgetések, amikből aztán ezek a normák, amikről, hogyha kollektív azt gondoljuk, hogy nem oké, ahogy ez ma van, vagy ahogy ez régóta van, akkor el tudnak kezdeni egy jobb irányba változni. Nyilván nem fogom megnevezni, egy kiváló színházi rendező fejtegette múltkorjában nekem nagy hévvel, hogy na de nem érti az egészet, hát ez mindig is így volt. És ez a legnagyobb problémája ennek a dolognak, hogy van egy generáció, ha nem kettő, amelyik itt van velünk, és amelyik úgy tekint erre az ügyre, a tanár-diák viszonyra, a rendező színész viszonyra, a fiatal idősebb viszonyra, hogy ez mindig is így volt. Mi itt a probléma? Miközben a világ megváltozik, és az emberek a lábukra álltak. Tusé, igen, abszolút. Hát adott a probléma, csak foglalkoznunk kell vele. Miközben nagyon fontos, hogy a nálunk okosabbak, meg nálunk tapasztaltabbak véleményét tiszteletben tartsuk, hogyha sokan sérülnek abban a rendszerben, ami éppen regnál, vagy ami fönnáll, akkor szükségszerű, hogy valahogy megpróbáljuk árnyalni, vagy változtatni azt a rendszert. Anélkül, hogy még tovább próbálnánk másokat bántani. De ez a dolog például ezzel is foglalkozik. Ez nagyon fontos kérdés, és nem tudom, hogy körül tudja a darab járni, hisz magam még nem láttam, de te meg kívülről belülről ismered, úgyhogy jótól kérdezem, hogy igazságot lehet abban osztani minden esetben, hogy megtörtént-e az, amire az egyik abúzusként emlékszik, a másik pedig leginkább ilyen esetben sehogy? Hú, rettenetesen nehéz kérdés, és tulajdonképpen nekem a bemutatkozó rendezésem a Primal Face kapcsán volna ez egy könnyebben boncolgatható téma, mert akkor konkrétan erről volt szó, az egy szexuális zaklatási ügyet jár körül. Itt nem történik szigorú értelemben vett szexuális zaklatás. A jelentés az valami másra utal, de nem szeretném elszpoilerezni a darabot. Iszonyatos nehéz kérdés, hogy lehet-e igazságot tenni, de ez inkább arra próbál minket rávezetni, hogy tényleg nincsen abszolút igazság, hanem mindenkinek a magánvéleménye van, és csak arra kell törekednünk, hogy ezt tiszteletben tartsuk, hogy a mi saját hitünk, vagy a hiszekedjünk, vagy a krédónk, amik szerint élünk, az pontosan annyira fontos csak, mint a szomszédunké. Nem is mernék megpróbálni adekvát választ adni erre, hogy lehet-e igazságot tenni, de valószínűleg persze az egyetlen PC válasz az, hogy muszáj. És én is tulajdonképpen a gyomrom az azt mondja a csípőből, hogy muszáj igazságot tenni, tehát a végére kell járni, és valahogy meg kell állapítani a véleményeken túl, a tények alapján, a körülmények alapján, hogy mi volt ennek a rögvalósága. És akkor ugye ebben az a nehézség mindig, és van erre az a tételmondat, hogy az a zaklatás, amit az áldozat zaklatásnak él meg. Aha. De közben ez nem ennyire egyszerű, nyilván. Soha nem ennyire egyszerű, mert lehetnek túlzott reakciók, és lehetnek tiszta szándékok félreértve. Tehát ez iszonyúan síkos terület. Mennyire tud igazságot tenni a darab ebben? Nem is próbál igazságot tenni, pont ez a lényeg, és ezért szeretem ezt az anyagot, és ezért tekintettem küldetésemnek, amikor elkezdtem foglalkozni vele, hogy ne okítani próbáljunk, és ne állást foglalni, hanem egyszerűen kérdést feltenni. És a legeslegfontosabb, hogy
egyszerűen mutassuk be annyira tűpontosan ezt a problémát, és annyira árnyaltan, és kenjünk annyi vajat mindkét főszereplő füle mögé, hogy egyszerűen csak felvázolva a helyzetet arra késztessük a nézőket, hogy ők maguknak eldöntve, hogy miben látják a probléma belejét, valahogy indítsuk be a változás lendkerekét, ami hát rohadt lassan kezd el majd szépen forogni, de ha beindul, akkor reméljük, hogy már nagyon nehezen áll meg. A két színészről mesélsz? Jó, nem próbáltok, oké, értem, világos. Mesélsz nekem erről a két remek művészről, ugye ez egy kétszemélyes darab. Tehát végül is ők cipelik el a másfél óra minden terhét. Ez fontosan így van. Egyetlen egy villámmondatot visszacsatolok csak az előzőre, hogy nagyon most volt a nyilvános a fotós próba délelőtt, és már ilyen visszajelzések érkeztek, hogy tulajdonképpen volt egy-két kolléga, aki nem is tudta, hogy mit szeretnénk mondani vele, de ez egyszerűen ezt szeretném mindenhol hangsúlyozni, hogy nem szeretnénk semmit mondani, nem szeretnénk mondani valót, hanem mutatni szeretnénk a problémát, és nem állást foglalni. Aztán tehát mindenki hazaviszi, és lesz véleménye. Hát persze, ez na, igen, tehát ezen igyekszünk. Tehát a Hermányi Marian, aki most abban a szerencsés helyzetben a Centrál Színház társulati tag lett, és hozzánk szerződött, és egy-két szerep átvétel után, amiket természetesen rendkívül sikeresen abszolvált, most ez lesz az ő saját bemutatója idén, amit ő próbál végig, és ahogy azt láthattuk az eddigi színházi és filmes munkáiból is, egy rendkívül ígéretes és nagyon-nagyon képességes fiatal színésznő, és nagyon szerencsés vagyok, hogy végig dolgozhattam el ezt a próba folyamatot, mert amikor jó közegben, jó irányba akaró emberek találkoznak, és tudnak egy húron pendülni, akkor még jó hangulatban is tud telni egy ilyen rendkívül vérdrámának hívott, mélységes, lápos, bonyolult anyag, mint ez az Oleana. Tehát nagyon-nagyon jó volt a közös munka, és hát a Szabó Kemel Tamás meg szerintem 10. éve, de azt mondta, hogy nem is 10, de rengeteg. Nagyon-nagyon sok éve már ment róla a diskurzus, hogy esetleg jöjjön újabb és újabb szerepek kapcsán fel volt kérve a Centrál Színházban, de sosem alakultak úgy a dolgok, hogy eleget tudott volna tenni neki. És most ez volt az az együttállás, amikor a szerep is érte kiáltott, úgy értem, hogy több szempontból predesztinálta meg a karakternek az eljátszására, miközben egyáltalán nem az az archetípus, aminek a Tomit elkönyveltük popkulturális szinten. Tehát mindenképpen egy jutalomjáték, és vele is fantasztikus volt ezért a közös munka, mert valahogy mind a hármunknak sikerült úgy egy hullámhozra helyezkednie, hogy ezt a egyébként rettenetesen kurta 5 hetet, ami egy ilyen kétszereplős, majdnem 60 oldalas dráma színpadra állítása, az rettentő kevés, de hogy valahogy sikerült úgy megtalálnunk a közös hangot, hogy még ennek az iszonyú cuppogós nehézségében is ezt elemezni, és ennek vaskos realizmusában színre vinni, ebben is jól érezzük magunkat, és összekovácsolódjunk, és ne egymásnak feszülve próbáljunk valahogy válaszba eljutni a célig. Hát nem, és még van 2 napotok a premierig, nem tudom, Agam. Kész vagytok? Ezért valamikor majd a premier után leszünk kész szerintem. De én, az én amit tudtam, amivel hozzá tudtam járulni az Ekklesiához, az a lényegében hozzájárultam. Most ma este még lemegyünk egybe, utána megbeszélés, holnap reggel dettó ugyanez, és aztán este bejönnek az első nézők, nyilvános főpróba. És mondjuk úgy, hogy most jön a csúcshódítás, vagy a csúcshágás, hogy mondják. És aztán utálatok a vízöző. Nyilván onnantól kezdve sok előadás, nagy széria, ezt kívánom nektek. Szabó Kimmel Tamással és Hermányi Mariannal a Centrálban az Oleanna premierje. A rendezővel, Puskás Samuval beszélgettünk. Minden jót, köszi. Nagyon szépen köszönöm. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon. Azt hiszem, hogy simán mondhatom, hogy az valójában egy ünnep, hogyha Makám koncert van, mert hogy hát önmagában az egy csoda, hogy a Makám az még van. Annyi mindenen túl létezik a Makám. Krulik Zoltán, az együttes alapító zenekar vezetője, hát most már ez több mint 40 év, ha az ős történetet nézzük, akkor közel 50 év, ami a Makám története, igaz? Jó napot kívánok! Hát jó napot kívánok!
a makám története az 40 év, de mondjuk az én zenész múltam az 50 év. Hát igen. Valóban. De a makám az 80. És azért ezek összeérnek, mert hát egyik folyt a másikba. Igen, valóban átfedések vannak. Mint hogy a makám, volt makám és Kolinda, és aztán, aztán lett csak makám, és lett a makám híres. Világhíres, Európa híres, hogyan lehet ezt leírni? Európa híres, bár Indiát is megjártuk, meg sok helyre eljutott a hírünk, de azért inkább Európában voltunk, mint közismertek, vagy vagyunk. Igen, itt a jelen idő azt gondolom, hogy fontos, és kérdés, hogy lehet talpon lenni ennyi évtizeden keresztül? Hogy tudja az ember azt, hogy miközben ő, amit elkezdett, az akkor még kuriózum volt, aztán jött a popzenével való összeolvadása a népzenének, és lett ez a világzene elnevezésű dolog, és igen, hirtelen ő maga is abban találta magát, hogy jé, én egy világzenész vagyok, de közben igen, ugyanazt csinálja, ugyanazt képviseli, és jönnek, abszolút, mennek ezek a hullámok. Ezzel hogy boldogul? Igen, ez nagyon érdekes, hogy azt mondta, hogy a popzenével. Mert általában nem a popzenével, hanem többféle népzene keverésével jöttek létre olyan produkciók, amit világzenének neveztek. Voltak éppen Miránk is ez állt. Ugyanakkor a mostani, és éppen ennek a lemeznek a karaktere abszolút a popzene is érvényes rá. Ugyanis nagyon sokféle költőtől zenésítette meg verseket. Ez úgy indult, hogy lecsapott a Covid ránk, és az ember nem tudta, hogy mihez kezdjen, hogy most hogy folytatódik a világ. Szerencsére olvasó ember lévén rengeteg kötetem volt itthon, méghozzá a mai költő nemzedéknek a versei, és akkor neki láttam. Na most a sokféleség, ugye, hogy nem egy alkotótól van, mondjuk nem Vörös Sándor áll középen, vagy Adi Endre, vagy Petri György, vagy akiket én, Sik Sándor, akiket korábban megzenésítettem, hanem szinte minden dalnak más az írója, más a karakter. Ebből kifolyólag itt van blues, chanson, rock, és meditatív karakterű szám is a lemezen. Úgyhogy abszolút érvényes ez, hogy a sokféle kultúra, amit én nem szeretem, ezt a keverést, meghavarást, kifejezéseket, elegyítést mondanék inkább, mert az egy szervesebb kapcsolat. És valóban, amikkel én foglalkoztam, az indiai zene, a balkáni zene és az afrikai zene, ez ugye a magyar népzene mellett szervesülve jelenik meg a makám zenejében. Ha azt vesszük alapul, hogy korábbi idők költői másfajta zenei megfogalmazást követeltek meg, és ezek a maiak, itt tényleg, itt is van egyébként García Lorca, meg Szabó Lőrinc, tehát csak maiak, de itt van Tóth Krisztina, Szabó T. Anna, Lacfi és Lángeszter, és most ezt akkor hosszan sorolhatnánk, nem teszem meg végig. Szóval, hogy az ember ilyenkor a vershez zenei formát keres? Pontosan. De hogy mondjam, a szöveg, én úgy alkotok, hogy ha megtetszik egy szöveg, így elolvassa az ember, akkor vagy egyből megszólal valami benne, ha meg nem egyből szólal meg, akkor a harmadik, negyedik, ötödik percben, hogyha többször ismételve olvassa az ember, vagy magában mondja, vagy félhangosan mondja, akkor előbb-utóbb megindul, bennem legalábbis megindulnak a dallamok. Tehát én nem egyből ugrok a hangszerhez, hanem minden inkább magamével akarom tenni a szöveget. Akkor ezt ne úgy értsük, hogy az ember olvas egy verset, és akkor neki ül, és elkezd komponálni, hanem ezt úgy kell elképzelni, hogy vagy megzendül valami zene, vagy rakjuk félre, nem biztos, hogy ebből lesz egy dal. De így ez a többi, hogy a megtetszett egy szöveg, azt általában félretettem. De olyan is volt, hogy egyből. Például a Müller Péter Sziámi szövege az interneten talált meg. És megláttam, elolvastam, az Isten látja lelkemet, hogy nincsen bennem gyűlölet, így kezdődik. Jobbra-balra nem húzok, mindenkiben megbízok. Na most ez annyira szíven talált engem, hogy mondjam, ott megszületett, ott 5 perc alatt megszületett a dal, és nem is változtattam rajta. És azonnal felhívtam a Pétert, hogy mondom, te, én nem szeretek versenyezni, mert te ezt kiraktad ide, hogy bárki megzenésítheti,
és akkor legyen egy verseny, hogy melyik a legjobb. Mondom, én nem akarnék ezen a marinékkel versenyezni. Péter, vagy nekem adod a dalt, amúgy mondom, kész van, vagy akkor kiszállok a verseny. Persze, mondja a telefonban, hogy persze, persze, tiéd. Úgyhogy ilyen is van, hogy annyira szíven talál egy szöveg, hogy szinte egyben megszűnik. Neki akkor volt egy ilyen akciója, azt hiszem, a Minden napra egy dal, vagy valami hasonló igen, volt igen. A címe. Minden napi nap kirakott, igen, napi dal, kirakott minden nap egy igen. szöveget, és várta, hogy történjen azzal valami. Hát akkor történt ilyen módon. Ez a holnapi koncert, ez mennyiben lesz csak és kizárólag egy lemez bemutató, vagy mennyire lesz ennél azért több, átfogóbb, mélyebb? Elsősorban lemezbemutató, tehát arra koncentrálunk, azt játsszuk a műsor elején, utána azért a végén, a fináléban hozzáteszünk egy-két makám örökzöldet. Mik a makám örökzöldek? Ez egy olyan fura dolog, ugye? A makámot, és erre mondtam azt, hogy csoda, hogy van. A makámot nem játsszák agyon a rádiók, a makámtól nem zeng a média, a makám nem posztol minden nap 6-ot a Facebookon, tehát a makám az, ami. És ugyanaz 40 éve ebből a szempontból. Igen, de azért vannak olyan dalaink, amik, hogy mondjam, amiket nagyon sokan szeretnek. Nyilván ez egy látensebb műfaj, mint a tényleg népszerű zenekarok, de azért nagy fesztiválokon is játszunk, éppen ma kaptam két helyre is, Kaláka Fesztiválra meghívást, Esztergomba meghívást, úgyhogy pörög a makám kereke. Hogy mik a slágereink, az egyik például a napének, azt érdemes megkeresni az interneten, vagy mondhatom az Ilju Aramiát, azt nagyon sokan feldolgoztak, igen. De a makámnak azért szerintem egy nagyon karakteres feldolgozása született. Ezt egyébként nem fogjuk játszani, ezt most csak így eszembe jutott, de van egy olyan dalunk is, hogy Zarándok ének, azt is nagyon sokan szeretik, vagy az Ősz című dalunkat. Hát sokat sorolhatnék, azért van vagy 3-400 dalom, és hála az égnek, hogy ez folytatódik, tehát nem most kaptam meghívást a Múlt és Jövő folyóirat szerkesztőjétől, főszerkesztőjétől, Kőbányai Jánostól, hogy Szilágyi Ákosnak csináljunk egy műsort, akit ismerek személyesen is, és már neki is fogtam, annak is. Úgyhogy... Hát akkor voltak éppen inspiráció is van, meg feladat is van, és a kettő néha össze is ér. Igen. Igen. Én az előbb lehet, hogy félreérthető voltam, nem azt kérdőjeleztem meg, hogy vannak-e makámslágerek, hanem pont azt mondtam, hogy az egy csoda, hogy vannak, miközben mekkora a zaj körülöttünk. Igen, igen, igen. Valahogy mi így talpon tudtunk maradni, és ott elhangzott egy kérdése, hogy mi módon. Én voltak éppen azt gondolom, hogy én következetes voltam a pályámon, noha nagy váltások történtek, akár a zenésztársak részéről, akár bizonyos értelemben műfajilag is, azért mi a legelején mi hangszerezenét játszottunk elég sokáig, 15 évig. És utána kaptam egy német kiadótól egy felkérést, hogy írjak a Lovász Irénnek egy lemezt, és ez így elindított engem a dal forma felé, ami ugye egy kisebb forma, de annyiben egyáltalán nem változtam meg, hogy azokat az inspirációkat és ízlést használjam, mint a hangszeres darabjaimhoz. Hát lehet, hogy ez a titok, és lehet, hogy ennyi a titok, az ízlés, meg a kitartás. Igen, igen. Holnap este makám lemezbemutató koncert, tehát, hogy beszéljünk végül a legfontosabb információról is. Ez pedig a Fonóban lesz, a műfaj hívei pontosan tudják, hogy a Fonót hol találják, este 8-kor találják ott a Fonóban a makámot, és még ráadásul vendég is lesz a Major Balázs Orientál Projekt, meg Szabó Sándor, igaz? Így van, így van. Őket is említsük meg, a régi társakat. Köszönöm szépen, gratulálok az új lemezhez, és hát további sikereket, hasonló nagy sikereket köszönöm kívánok a makámnak, és személyesen önnek is. Minden jót! Minden jót! Lemezbemutató és koncertajánlat, ez volt a vége mára a Kultúrának. Remélem, hogy holnap is számíthatunk a figyelmükre. Örülök, hogy velünk tartottak, Róna Jégon vagyok. Viszont hallásra!